Kampány indult a hazai mézfogyasztás ösztönzésére. Közel 500 intézmény 100 000 gyermekéhez szeretnének eljutni a méztermeléssel foglalkozó egyesületek. Határon átnyúló programok, 13,5 millió eurós program szerződését írták alá a megyeházán. Fiatalok támogatása, az elmúlt 8 évben jelentősen növelte a kormány a fiatalok támogatására fordított összeget. Kampány indult a hazai mézfogyasztás ösztönzésére. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A mézfogyasztás népszerűsítő kampány december elejéig tart, amely során novemberben az iskolai úgynevezett mézes reggelik alkalmával közel 500 intézmény 100 000 gyermekéhez szeretnének eljutni a méztermeléssel foglalkozó egyesületek. A Nyíregyházi Méhészek Egyesületének vezetője elmondta, a legfiatalabb korosztályon keresztül szeretnék beépíteni a családok mindennapjaiba a méz szeretetét és a rendszeres mézfogyasztást. A Mézes Reggeli néven futó kampányunkról van szó, ami országos szintű. Szlovéniából vettük át ezt a kezdeményezést, és a Nyíregyházi Egyesület is boldogan és örömmel vesz részt ebben a kampányban, amelynek a lényege az, hogy iskolákat, óvodákat látogatunk meg, és az idei méz termésünket kóstoltatjuk a gyerekekkel, hiszen azt szeretnénk elérni, hogy minél több mézfogyasztó legyen Magyarországon, és abban bízunk, hogyha a gyerekek minél hamarabb megkóstolják a mézet, és élvezik annak minden ízét, zamatát és kincsét, akkor otthon majd a szülőktől is kérik azt, hogy otthon is fogyasszanak mézet. A szakember azt javasolja, hogy csak megbízható forrásból származó mézet vásároljunk. Erre a legmegfelelőbb a helyi termelői piac, ahonnan ellenőrzött minőségű mézet szerezhetünk be. Mindenképpen javaslom azt, hogy vagy menjenek ki a helyi termelői piacra, hiszen egyesületünk tagjai is, és más méhészek is nagyon sokan is nagyon szívesen értékesítik ott a mézeiket, és fölvállalják mindezt, tehát nevük a rajta van a címkén. És az Agrárkamara segítségével van egy agrárkamarai kártyánk, mely lehetővé teszi egy applikációval, hogy beazonosítsák a vásárlók a méhészeket. Tehát ha ezt a kártyát bemutatja a termelő, általában nálunk szokott lenni, tehát kihozza, tehát egyből látja az okos mobilkészülékén, hogy valós termelőtől tud vásárolni. Kedvező hatása miatt régen a méz gyógyszertárakban volt kapható, és gyógyszerként tartották számon, mondta el Mányik Gabriella. A táplálkozási szakemberek szerint a rendszeres mézfogyasztás fedezi a szükséges vitamin szükségletet, és segít egészségünk megőrzésében is. 13,5 millió eurós program szerződését írták alá a megyeházán. Ez a magyar-román határ mindkét oldalán műemlék felújításokat és turisztikai fejlesztéseket tartalmaz. Emellett más megyei projektek is Európai Uniós forrásból valósulnak meg. Szabolcs-Szatmár-Bereng megye három országgal határos térség, ezért több határmenti együttműködési programban is érintett volt az elmúlt években, és nem lesz ez másképp a következőkben sem. Ezért fontos tisztában lenni a következő 7 éves ciklus pénzügyi kereteivel és lehetőségeivel. Bár a határon átnyúló programok támogatása valószínűleg csökken, így is jut forrás fejlesztésekre. Az egyik legnagyobb magyar-román projekt szerződését pénteken írták alá. Ez egy 13,5 millió eurós program, ami határ mindkét oldalán műemlékes felújításokat, turisztikai fejlesztéseket tartalmaz. Van egy ENIS program, ami a Tisza LTT kedvezményezeti pozíciójában valósul meg. Többször beszéltünk erről, de mindig el kell mondanunk, a hulladékgazdálkodás szélzó program. Jánosiban, Beregszász mellett építenénk egy lerakót, Kisvárdán egy száraz biogáz üzemet, és hát a Kölcsei TV-nek a programja is ENIS program, amelynek keretében remélhetőleg egy új épülettel gazdagodik a Kölcsei TV és a megye is. Az elmúlt években számos projektmenedzsere volt a Szabolcs-Szatmár-Bereng megyei önkormányzat. Ilyen például a középkori templomok útja projekt, de sok Mária Pócsi fejlesztés is uniós forrásból a megyei közgyűlés segítségével valósult meg. A fejlesztéseknek azonban még nincs vége. A határ átkelők, azt gondolom, ez a legfontosabb még mindig, különösen Ukrajna felé a határ átjárhatóságának, könnyebb megközelíthetőségének a minősége. Ezt emelném ki a lehetőségek, vagy az igények közül.
Fontos, szintén Európai Uniós projekt a 147 millió forintos klímaakcióterv. Ezt is a megyei önkormányzat készíti el a települések számára, hogy az önkormányzatok a jövőben újabb EU-s forrásokhoz juthassanak. A MÁV felhívja a figyelmét a diákkedvezménnyel utazóknak, hogy az előző tanévben kapott diákigazolvány matricák érvényessége október 31-én lejár. A köznevelési és felsőoktatási intézmények minden tanévben érvényesítő matricákkal látják el a diákigazolványokat, amelyek a felsőoktatásban március 31-ig, a köznevelési intézményekben pedig a következő év október 31-ig érvényesek. A 14 év feletti tanuló kizárólag érvényes matricával ellátott diákigazolvánnyal vehetnek kedvezményes menetjegyet. A megállapított menetdíj vagy pótjegy árán felül 8000 forint pótdíjat kell fizetnie annak, aki a jogosultságát nem tudja igazolni, illetve érvénytelen igazolvánnyal veszi igénybe a kedvezményt. Az elmúlt 8 évben jelentősen növelte a kormány a fiatalok támogatására fordított összeget, és ez a folyamat még nem állt meg. Ennek keretében évente 300 ezer fiatalnak segítik a tehetség gondozását, de megduplázódott a diplomás GED időtartama is. Szintén a fiatalok támogatását célozta meg az ingyenes nyelvvizsgaprogram, amelyet már több mint 20 ezeren vettek igénybe. A magyar kormány a fiatalok mellett áll, jelentette ki Novák Katalin, az EMI család és ifjúságügyért felelős államtitkára. Az elmúlt években számos olyan kedvezményt és pályázati lehetőséget biztosítottak, amelyek megalapozták a fiatalok biztonságos környezetének megteremtését, képességeik fejlesztését és a munkavállalásuk alapjait. 2010-hez képest 2019-re 7-szeresére növekednek a fiatalok támogatására fordított összegek. Egyrészt van egy igen gazdag tehetséggondozási programunk, évente 300 ezer fiatalnak tudjuk a tehetséggondozását segíteni ezen a programon keresztül. Ezen kívül most már az ingyenes nyelvvizsgát több mint 20 ezeren igényelték vissza, tehát a letett nyelvvizsga után az első vagy egyetlen vagy egy nyelvvizsgának a finanszírozását vállalta az állam, ebben már 20 ezer fiatal vett részt, de az idei év közepétől ingyenes a KRESZ vizsga, illetve a KRESZ tanfolyam is, de beszélhetnék arról is, hogy megdupláztuk a diplomás gyernek az időtartamát, tehát rengeteg olyan dolog van, akár a diákhitel elengedésén, felfüggesztésén, felfüggesztésétől kezdve az otthonteremtési programon át a fiatalok továbbtanulását segítő programokig, amelyek kifejezetten a fiataloknak a továbbjutását, illetve egyről a kettőre jutását segítik. Novák Katalin azt is kiemelte, hogy a Nyíregyházi Egyetemen is népszerű Erasmus program rendelkezésére álló összegeket jelentősen növeli az Európai Unió. Már zajlanak az egyeztetések a 2021-2027-es pénzügyi időszak költségvetéséről, és a tervek szerint megduplázzák az Erasmus keretét. Fontos azonban, hogy ez ne elitista program legyen, hanem minél több fiatalnak legyen lehetősége tapasztalatot szerezni valamelyik uniós tagállamban. 122 új és modern eszközt szerzett be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal összesen 20 millió forint értékben. Ezek a hatósági eljárások során végzett ellenőrzéseket segítik majd. Az eszközök nem csak a kormányhivatalokban dolgozók hatékonyabb munkavégzéséhez járulnak majd hozzá, hanem a megyében élők biztonságát is szolgálják. Ez a drón az ellenőrző tevékenységen túl, az ár- és belvízvédelemben, a tűzvédelemben és a természeti katasztrófák okozta kárfelmérésekben is hatékony segítséget nyújthat a kormányhivatal munkatársainak. Most 8 ilyen drónnal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal eszközarzenája, ezek közül egy fehér gyarmatra került. Sok területen tud nekünk segítséget nyújtani, elsősorban az árvízvédelmi feladatokban tud hatékony segítséget nyújtani, hiszen a fehérgyarmati járás az különösen kitett a vizek károkozásának, de földhivatali munkánk során is nagyszerűen fogjuk tudni használni, hiszen a parlagfű elleni védekezésben annak ellenőrzése során is hatékony segítségünkre tud lenni. A drónok mellett többek között hőkamera, hűtőtáska vagy gázszivárgás érzékelő is szerepel a megyei kormányhivatal 122 új eszköze között, melyet 20 millió forint értékben szereztek be.
Ezek az eszközök, amelyeket egy pályázati program keretében sikerült megvásárolnunk, a legmodernebb eszközök közé tartoznak. Tehát egyrészt kiváltják azokat a régebbi használtabb felszereléseinket, amit használnak a kollégák a munkájuk során. Másrészt pedig egy olyan technológiát hoznak be, ami megkönnyíti és gyorsítja az ügyintézést. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez a beszerzés nem csak a kollégáink munkáját segít, hanem egyúttal a megyében élők biztonságát is szolgálja, ugyanis olyan műszerekről, eszközökről beszélünk, aminek fontos szerepe van abban, hogy itt a megyében minél nagyobb biztonságban élhessünk. Az új eszközök a kormányhivatal valamennyi szervezeti egysége számára elérhetők lesznek. Az elmúlt években közel 8000 ember látta az év természetfotósa kiállítást Nyíregyházán. Idén harmadik alkalommal érkezett a Váci Mihály Kulturális Központba az 52 fotó, amelyet 170 pályázó közel 3000 munkájából választottak ki a szakemberek. A kiállításon annak a Máté Bencének a fotói is láthatóak, aki 2010-ben Londonban elnyerte az év természetfotósa címet. 25. alkalommal hirdette meg a Magyar Természettudományi Múzeum az év természetfotósa pályázatot. Ez a profi és az amatőr fotósokat is alkotásra és természetjárásra inspirálja. 170 pályázó közel 3000 alkotásából választották ki szakemberek azt az 52 fotót, amely idén harmadik alkalommal látható a Váci Mihály Kulturális Központban. Az, hogy itt van, az azért fontos, mert hogy változik a világ és változik az időjárásunk is, el fog tűnni természetszerűleg ennek a szépségnek egy része, mert nem erre a hőmérsékletre van kalibrálva. Amíg megtehetjük, addig fotózzuk, addig nézzük meg, mert tényleg gyönyörű az, amit az ember akár a szemével is lát, de ezek a részletpillanatok, amelyek ki vannak fotózva, ezeket biztos, hogy a szemünk nem képes látni, ezt csak fotón lehet megörökíteni. A fotók elkészítéséhez elengedhetetlen a természet és a benne élő állatok bioritmusának ismerete. A fotósnak tudnia kell, melyik állat mikor aktív, vagy az adott növény mikor virágzik. Az így elkészült fotók fejlesztik a szép érzéket, az együttérzést és az elfogadást egyaránt. Az elmúlt években évente 8000 látogató nézte meg a természetfotó kiállítást is Nyíregyházán. Tehát van ennek keletje, én azt gondolom, mert az ember erre nem képes, erre nem mindenki képes, ezt el kell jönni és meg kell nézni, és csodálkozni kell azon a szépségen, amit 52 képben le van fotózva. A fotókon látható tengerek, állatok és növények közül jó néhány olyan, ami Magyarországon nem látható. De számos olyan természeti csodát is megörökítettek a fotósok, amelyekből jól látszik, milyen csodaszép országban élünk mi, magyarok. A kiállítás november 25-ig látható, díjmentesen. Minden év októberének utolsó pénteke a szabaduló szobák éjszakája. A magyar fejlesztésű játék nem igényel más, csak intelligenciát és csapatmunkát. Idén 27 Budapest és két vidéki játéktér csatlakozott az október 26-ai eseményhez. Egyre népszerűbbek a szabaduló szobás játékok. Minden szellemi csapatjáték alapkoncepciója nagyon hasonló. Egy zárt ajtajú szobából, szobarendszerből kell kiszabadulni megadott időn belül. Mindez különböző rejtvények megoldásával, lakatok és számzárak kinyitásával. A kijutáshoz intelligenciára és csapatmunkára van szükség, ugyanis a helyiség minden sarka, minden tárgya egy kulcs, amely közelebb visz a szabadsághoz. Ma már több mint 100 ilyen szoba működik Magyarországon. A szabaduló szobák éjszakája 5-6 éve megy az országba. Mi tavaly csatlakoztunk. Most ebbe az évben, ha jól emlékszem, 27 Budapest és 2 vidéki helyszín csatlakozott. Ez azt jelenti, hogy nyilván a múzeumok éjszakájából indult ez ki, utána lett az állatparkok, és mindennek van már éjszakája, úgyhogy most már szabaduló szobáknak is van. Ez azt jelenti, hogy egész nap, egészen hajnalig, másnap hajnalig jöhetnek a csapatok, és kedvezményes áron, jellemzően most fél áron tudnak játszani. A szabaduló szobák éjszakája minden évben október utolsó péntekén kerül megrendezésre, idén ez 26-ára esik. A játék népszerűségét mutatja az is, hogy magyar érdekeltségű pálya már van Berlinben, Párizsban, Barcelonában és Madridban is. Második idegenbeli meccsén is vereséget szenvedett a nyíregyházi Kosásuli. A női amatőr NB1 piros csoportjának harmadik fordulójában az NKS Székesfehérváron a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia együttesétől kapott ki 82-67-re. A nyíregyháziak szombaton a TFS-e csapatát fogadják.
A vendégek játékos kerete gyengült, a hazai, aki erősödött az elmúlt szezonhoz képest, így nehéz meccsre számítottak a nyíregyháziak. Az első negyedet 2 ponttal nyerték a fehérváriak, a másodikban pedig 12 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda. Igaz, ekkor már hiányzott az NKS-ből a sérülést szenvedő Fekete Dóra, később pedig Farkas Patriciát is elveszítette Farkasinszki Gyuláné. A harmadik 10 perc 3 ponttal lett a Dávid Kornél akadémiájé, a negyedik negyed 2 pontos vendéggyőzelme pedig csak részsikert jelentett a végül 15 pontos vereséget szenvedő nyíregyházi kosársuli számára. Nem tudtunk mit kezdeni sok esetben az egész más letámadással, elég nehezen ért át a labda. Mi megpróbáltunk mindenféle fajta védekezést, tehát többféle fajta zónával próbálkoztunk, emberfogással próbálkoztunk, de ami a legnagyobb gond és probléma az volt, hogy kintről nem igazán találtunk be. Hát amikor oda jut egy csapat, hogy a centerünk, aki palánkorát meghatározó center, annak néha ki kellett jönni a bedobó posztra, hogy ő játsza meg a palánkat lévő magas embereinket, ott már azért vannak gondok és problémák. De mindegy, ezen is túl voltunk, a második fél időt már igencsak jó mérkőzés játszottunk, a második fél időben 1 ponttal kaptunk ki, ami úgy gondolom, hogy a hazai mérkőzésre majd ez jó előjel lehet, főleg úgy ugye, hogy náluk az idősebbek azok nem utaznak idegenbe, tehát ők csak hazai mérkőzéseken lépnek pályára, tehát akkor valószínűleg mi fogunk akkor előnybe kerülni. 3 fordulót követően 4 csapat, a Csata DS-e, a TFS-e, a Tatabánya és az Eltebe az Újbuda 100%-os a piros csoportban. Az 1 győzelemmel és 2 vereséggel álló nyíregyházi kosársuli szombaton a TFS-e csapatát fogadja. A TF ugye egy rutin képvisel, tehát hogy a TF-re bemennek azok a játékosok tanulni, akik akár Miskolcról, akár Debrecenből tovább léptek. Tehát ugye itt nekünk mindenféleképpen csak az a cél, hogy egy jó mérkőzést játszunk, és senki ne sérüljön meg, mert már ez nagyon fontos, hogy senki ne sérüljön meg, és a végén úgy hagyjuk el azért a pályát, hogy igen, mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy egy jó eredmény szülessen, és bízunk benne, hogy ahogy a csatától haza tudtunk úgy jönni, hogy ugyan kikaptunk, de mégis egy jó mérkőzést játszottunk. Reméljük, hogy a következő mérkőzésekben innentől kezdve egy valamilyen mérkőzés jön. Tehát úgy tudunk lejönni a pályára, hogy igen, mi mindent megtettünk, per pillanat ez a csapat ennyire képes. A nyíregyházi kosársuli TFS-e mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. A 4. forduló további párosítása a következő, Vasas Akadémia DVT-ke U23, Csata DS-e Ajka, Dávid Kornél K.A. a Debrecen, Eltebe az Újbuda Tatabánya, Sziget-Szent Miklós Kecskemét és Peasz Pécs Pingvinek Pinkese. Az Éllovas Ibrány hazai pályán 1-0-ás vereséget szenvedett a Tiszakanyártól. Így Madalina György együttesének előnye 1 pontra csökkent a Tarpa ellen, 3-1-es sikert arató Nagy Ecseddel szemben. A labdarúgó megyei első osztály 11. fordulójában 31 gólt láthattak a szurkolók. 3 meccsen csak 1, 2 viszont 7 gól született a megyei első osztály 11. fordulójában. A Vásárosnami Nyírgyulaj és a Baktoló Rendháza Kisvárda 2 mérkőzés egyaránt 1-0-ás hazai sikerrel zárult, a Tiszakanyár pedig Ibrányból vitt el a 3 pontot 1 találattal. A Csenger Máté Szalkány győzött 6-1-re, a Balkány pedig a Tiszavasvárit verte 4-3-ra. A Fehér Gyarmat 4-0-ra múlta felül a Nagyhalászt, a Mándok Gyulaházán nyert 5-1-re. A Nagy Ecsed a Tarpát fogadta, és Ádámszki Róbert együttese 3-1-es győzelemnek körülhetett a mérkőzés végén. Úgy gondolom, egy közönségszórakoztató mérkőzés volt. Az első 25 percet leszámítva, hogy jobbak voltak a vendégek. Onnantól kezdve úgy gondolom, hogy nagyon jó játékkal is magabiztos győzelmet arattunk. A megyei első osztály tabelláját a 24 pontos Ibrány vezeti, megelőzve a 23 pontos Nagy Ecsedet és a 22 pontos Tiszakanyárt. A Nagy Ecsed a következő fordulóban az utolsó előtti Tiszavasvári otthonában lép pályára. Nem gondolom, hogy könnyű mérkőzés lenne, annál is inkább, mivel most meg kell adni azoknak a játékosoknak is a lehetőséget, akik eddig nem játszottak, vagy kevesebbet játszottak, és itt van a lehetőség nekik is, hogy bizonyítsák, hogy helyük van a csapatban. A 12. forduló további párosítása a következő, Vásárosnamény Ibrány, Nyírgyulaj, Máté Szalka, Tarpa Fehérgyarmat, Kisvárda 2 Tiszakanyár, Csenger Gyulaháza, Mándok Balkány és Nagyhalász Baktaló Rendháza. Bejutott a 2,8 millió euró özdíjazású bécsi ATP 500-as torna negyed döntőjébe Fucsovics Márton. A világranglista 40. helyén álló nyíregyházi teniszező, a 15. helyezett olasz Fábio Fognini-t verte 4-6-6-3-6-3-ra. Fucsovics ellenfele vagy a kazah Kukushkin, vagy az orosz Rublev lesz a pénteki folytatásban. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
kampány indult a hazai mézfogyasztás ösztönzésére. A méhészek a legfiatalabb korosztályon keresztül szeretnék beépíteni a családok mindennapjaiba a méz szeretetét és a rendszeres mézfogyasztást. A táplálkozási szakemberek szerint a rendszeres mézfogyasztás fedezi a szükséges vitamin szükségletet és segít egészségünk megőrzésében is. 13,5 millió eurós program szerződését írták alá a megyeházán. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye három országgal határos térség, ezért több határmenti együttműködési programban is érintett volt az elmúlt években, és nem lesz ez másképp a következőkben sem. Bár a határon átnyúló programok támogatása valószínűleg csökkenni fog, így is jut forrás fejlesztésekre. Az elmúlt 8 évben jelentősen növelte a kormány a fiatalok támogatására fordított összeget. Ennek keretében évente 300 ezer fiatalnak segítik a tehetséggondozását, de megduplázódott a diplomás gyed időtartama is. 2010-hez képest 2019-re 7-szeresére növekednek a fiatalok támogatására fordított összegek. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 25-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Ma egy meleg front vonul át nyugatról kelet felé az országon. Útját több helyen gyenge eső kíséri. Az előttünk álló éjszaka eleinte többnyire erősen, majd változóan felhős idő várható. Délutánig gyenge eső előfordulhat, ezt követően nem lesz csapadék. A nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak. Csapadék nem valószínű. A nyugati, majd a délire forduló szél helyenként megélénkül. Délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén és a jövő hét első napjaiban többfelé több alkalommal kell esőre, illetve záporra számítani, sőt egy-egy helyen még az ég is megdörrenhet. A hétvégétől a déli szelet sokfelé esős, helyenként viharos lökések kísérik, ez melegebb levegőt szállít a Kárpát-medence fölé. A maximum hőmérséklet a hétvégén a déli, délkeleti megyében akár a 25 fokot is meghaladhatja, és jelentős hőmérséklet visszaesés a jövő hét első napjaiban sem lesz.